Szeretettel köszöntök mindenkit, minden jelenlévőt a Bajai Múzeum Barátok Köre Alapítvány nevében. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Romsics Ignácot, a Széchenyi Díjas magyar történészt, a Tudományos Akadémia rendes tagját, egyetemi tanárt. Ezen felül nagyon örülök, és köszönöm mindenkinek, hogy értékelte az erőfeszítéseinket abban a vonatkozásban, hogy egy hosszabb, kényszerű szünet után újból együtt tudunk lenni, és magát a sorozatot is jó néven veszitek a történelem a filmen. Szeretnénk folyamatosan a rezonálásokra vissza tekinteni, illetőleg azokat értékelni, és úgy folytatnánk tovább. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, kedves bajaiak, in medias res kezdem, Horthy Miklós 1868-ban született, a Debrecen és Szolnok közötti mai négyes út mellett, Kenderesen, ami ezen a térképen látható. Apai és anyai ágon egyaránt felső-középosztálybeli, keresztény-középosztálybeli családból származtak. A szülei itt láthatók, az apja Horthy Miklós volt szintén, aki képviselőként is, titkos tanácsosként is ismert volt a dualizmus utolsó korszakában, az édesanyja pedig Halasi Paulina, látható szintén egy földbirtokos gentry családból született. A ház, ahol Horthy meglátta a világot, a 60-as években így nézett ki, a Horthy kastély Kenderesen. Itt élt az első egy-két évben, majd fiatalon, 6 évesen, 1880 körül, kicsit később, elkerült Debrecenbe, ahol a kálvinista kollégiumban végzett két osztályt, majd ezt követően nyilvánvalóan azért, hogy az osztrák-magyar monarchia hivatalos nyelvét, a németet is jól megtanulja, a szülei Sopronba vitték, és a soproni líceumban tanult a továbbiakban. Így nézett ki a gimnazista Horthy 1880 körül. 14 éves korára a család úgy döntött, hogy a tanulmányait Horthy Miklós katona kadétként folytassa, mégpedig az osztrák-magyar monarchia egyik elit fegyvernemének számító flotillánál. Nem volt nagy az osztrák-magyar monarchia flottája, az Adriai-tengeren, de létezett, és hát ott lévő katonatiszteket, vagy leendő tengerésztiszteket nagyon nagy szelekcióval válogatták ki. Horthy esetében is, abban az évben, amikor őt oda fölvették, akkor 612 jelentkezőből 42-t válogattak ki, és 27-en fejezték be a Fiumei Tengerészeti Akadémiát. Ez a Horthy, és ez pedig a Fiumében, ma Riekában, ma is megtekinthető épület, amely akkor a Császári és Királyi Tengerészeti Akadémia volt, Nautikának hívták. Horthy itt tanult, hát az igazsághoz tartozik, hogy nem túl jól, az elméleti tárgyakból közepes osztályzatokat kapott, előfordult, hogy egy alkalommal elégtelent is, a gyakorlati tárgyakból viszont általában jókat, vagy a legjobbakat, és nagyon szeretett emellett sportolni is, vitorlázni, lovagolni, evezni, teniszezni, mindaz, ami akkor hozzátartozott egy tengerésztisztnek az életéhez. Egyik magyarországi tartózkodása során ismerkedett meg leendő feleségével, Purgli Magdával, aki szintén középosztálybeli családból származott, és nagyon gyorsan Pólában rendezkedtek be, amely a monarchia haditengerészeti bázisa volt, az Isztriai félszigetnek a csücskén, tehát ha arra nyaralnak, akkor meg lehet nézni a településen, bár az akkori tengerészeti bázisra szinte semmi nem emlékeztet tulajdonképpen ma már. Három gyermekük születik itt, Paula, István és Miklós 1903 és 1906 között, és közben hát Horthy folyamatosan halad előre a ranglétrán. Különösképpen fontos az, hogy 1909 és 1914 között Ferenc Józsefnek a szánsegéde volt.
mint fegyvernemi szárnysegéd. De azt megelőzően elég sok hajón szolgált, és miközben a hajókon szolgált, a világ különböző részeibe eljutott, Angliába, Portugáliába, Konstantinápoly jövőbe horgonyzott sokáig. Sőt, az egyik hajóval egy egész tengeren túli, vagy egy földkörüli utat is tettek, amikor Indiába és Ausztriába is eljutott. De ez a szentsegédi működés, amely 5 évig tartott, azért volt fontos, mert a tengerész tiszti tudás mellett Horthy itt tett szert azokra a képességekre, amelyek valamilyen mértékig talán a politika irányába mozdították el, hiszen szentsegédként lépten nyomon külföldi diplomatákat, követeket és magyarországi politikusokat kellett fogadnia, és valóban itt ismerkedik meg Tisza Istvánnal és Bethlen Istvánnal is, és mindazokkal, akik a későbbi pályája során oly nagy szerepet játszottak. Az első világháborúban Horthy már ismét a flottánál szolgált, tehát nem Bécsben van. Ezt lehet végére fogom megtanulni, hogy melyik gombot kell megnyomni. Először sorhajó kapitány a Novara nevű cirkálóján, ennek ez egy ugye gyorsjáratú, de erősebb fegyverzettel rendelkező hajótípus volt. Sorhajó kapitány a parancsnoki hídon így néz ki, a Novara parancsnoki hídján, és már a háború közepén sikerült egy olyan fegyvertényt végrehajtania, amelynek köszönhetően a neve először vált ismerté, és hát a ranglétrán is lépett előre. Ez pedig abban állt, hogy az antant hatalmak egy aknazárat létesítettek az Adriai tengernek a déli részén, az otrantói szorosnál, azért, hogy a monarchia hajói ne tudjanak kimenni, és különösképpen, hogy ne tudjanak kimenni a tengeralattjárók, amelyek akkor már léteztek, és úgy készültek, hogy Hamburgban vagy Kielben, valahol Németországban elkészültek a fő alkatrészek, ezeket vasúton lehozták Pólába, ott összeszerelték őket, és ezeket kellett átvontatni, hogy kijussanak a földközi tengerre. Itt a hajózár viszont azt jelentette, hogy halászhajókat, egyebeket egymás mellé tettek, és aknákat lógattak le, vagy ilyen robbanó szerkezeteket a vízbe. Tehát ha megy a tenger... Nos, Horthynak az sikerült itt néhány kísérő hajóval együtt elérnie, hogy ezt az aknazárat áttörte, és sikerült kijutatni a 2-3 tenger alatt járót a földközi tengerre. Az ütközetben persze, mert hát visszalőttek, az ugye a háborúban az úgy szokott történni, maga Horthy is megsebesült, és sebesülten vezényelte vissza a Novarát és a hajóját a katarói öbölbe, ami egy másik bázisa volt az osztrák-magyar monarchiának. Ez ekkor került először a címlapokra Horthy Miklós, ezért a fegyvertényért, amely tulajdonképpen a monarchia flottájának a legjelentősebb fegyverténye volt az első világháborúban. Az elismerés abban is kifejeződött, hogy följebb helyezték, és innentől kezdődően már egy csatahajón, a Prince Eugenen szolgált. 1918 elejétől ellentengernagyként és a flotta főparancsnokaként. Ami azért történhetett, így nézett akkor, ami azért történhetett, mert történt egy matrózlázadás Kataróban, és a tengernagy erélytelenül nem bírta elejét vennenek a lázadásnak, úgyhogy átterjedt több hajóra is. Horthyben nem vett részt kifejezetten ennek a leverésében, de a vezénylő tengernagy tekintélye csorbát szenvedett, és Horthy pedig a novarai fegyverténye következtében alkalmasnak találták arra, hogy a flotta főparancsnoka legyen ellentengernagyként, ami azt jelentette, hogy rangban, életkorban legalább másfél tucat előtte járó tengerész tisztet, admirálist előzött meg. Tehát meglehetősen nagy elismerés volt, és hát a flotta büszkesége a magyar gyártású Szent István csatahajó is a parancsnokság alá tartozott, úgy tervezte, hogy egy újabb nagy támadást fog az olasz flotta ellen és az olasz partok ellen intézni, a Szent István csatahajóval és néhány más kísérőhajóval együtt. Ez azonban nem sikerült, ez kudarccal végződött, nagyon egyszerűen, mert egy egészen kicsi kis olasz hajó kilőtt 2 torpedót, és a 2 torpedó elsüllyesztette a egyetlen magyar építésű nagy csatahajónkat, a Szent István csatahajót. Ez a háború vége volt már, 1918. június 7-e, amit mindenki érzett. A flottánál is érezték, a legénység elégedetlenkedett, lázadások voltak. Ennek következtében Horthy keményen lépett föl, és előfordult, hogy
parancs megtagadás, illetve a lázadásért a hadbírósággal kivégeztetett a matrózokat. Ami hozzátartozik a háborúhoz, bármilyen kegyetlenül hangzik is, tehát ha háborús, ugye elég régóta nem volt háború, tehát nem mondhatom azt, hogy a férfiak ezt ismerik, hogy ez hogy van, de éles helyzetben a parancsnoknak van ilyen jogosítványa, hogy, hogy a fegyelem föntartása érdekében ilyen lépéseket tegyen. Jányi Gusztáv, a II. Magyar Hadseregnek a főparancsnoka, hogyha néhányan talán tudják, amikor áttörték 1943. januárjában a Doni frontot, akkor olyan hadparancsot adott ki, amelyben azt a kegyetlen intézkedést hozta, hogy aki hátra jön, azt fel kell koncolni, le kell lőni. De ennél humorosabb, ez egy szomorú történet, ennél humorosabb 1848 telén a nem magyar származású Gulyó Richárd tábornoknak, aki a dunántúli hadsereget próbálta a Felvidéken keresztül a Bronyiszkói hágón átvezetni a felső Tisza vidékére. Tél volt, a hegyet kellett mászni, és a másik oldalon ott volt az ellenség. És a következő parancsot adta ki a katonáinak, hogy forwards, előre, dupla lénung, rückwards, kartát sízen. Vagyis aki visszajön, abba belelőnk. Áttörtek. Hogy azért, mert hősök voltak a honvédek, vagy azért, mert Gulyó Richárd kiadta ezt a parancsot, azt nem lehet tudni, de minden esetre a felső magyarországi hadsereg sikeresen leérkezett a Tiszántúlhoz, és ebben ennek jelentős része volt abban, hogy a tavaszi hadjárat olyan sikerekre vezetett 49-ben, mint igen. Nos, minden sok jel mutatott arra, hogy a háborúnak vége, és a háborúnak úgy lesz vége, hogy az osztrák-magyar monarchia vereséggel jön ki ebből a háborúból, amely a létét teszi kockára. Ez a szárazföldi frontokon, a Piavénél is látszott, a tengeren is látszott, és a balkáni fronton is látszott. És ez 1918. októberére be is következett. Flottát át kellett adni a császár parancsára, a IV. Károly parancsára a horvátoknak, részben az olaszoknak. Úgyhogy a Horthy egy flotta parancsnokként utolsó pillanatban, október 31-én altengernagyján nevezte ki IV. Károly Horthyt, ami az altábornagyi rangnak felelt meg. Ennél már csak egy volt magasabb, a tábornagy, a marsali rang. De a háború tovább tart, akkor lehet, hogy azt is megkapta volna Horthy, de így maradt altengernagy és altábornagy. De flotta nélkül mit csináljon? Ugye a három gyermekével együtt hazaköltözik Kenderesre, 1918 őszén vagyunk, és próbál 50 éves ekkor, tehát ereje teljében lévő tengerésztiszt, akinek nincs flottája, nem tudja, mit fog csinálni a civil életben. Fölmegy Budapestre tájékozódni, nem nagyon nyeri meg a tetszését az, amit ott lát, visszajön Kenderesre, majd amikor hírét veszi annak, hogy 1919 tavaszán egy ellenforradalmi kormány alakult Aradon, a Károlyi kormány, illetve tanácsköztársasággal szemben, márciustól már tanácsköztársaság van, ez bolsevizmus, akkor Horthy, és hírét vesz ennek, hogy átköltöznek Szegedre, akkor Horthy lemegy Szegedre, tájékozódik, és úgy dönt, hogy bekapcsolódik a tanácsköztársasággal szemben szerveződő ellenforradalmi mozgalomba. Miután a rangja az ott lévők közül a legmagasabb volt, szinte automatikusan vált a szegedi ellenforradalmi kormány honvédelmi miniszterévé, a külügyminiszter egyébként Teleki Pál volt, és egy idő múlva a szerveződő nemzeti hadsereg fővezérévé. Úgy tervezték Bécsben is, ahol az antibolsevista komité működött, és Szegeden is, ahol a szegedi kormány, hogy katonai erővel fogják a bolsevizmust megdönteni. A szervezés azonban lassan haladt, 1919. augusztusában még csak 3500-4000 főből áll ez a nemzeti hadsereg, nehéz fegyvereik nincsenek, csak puskáik, ugye, mert azt is valahonnan be kéne szerezni, és a román hadsereg gyorsabb volt, mert 1919. augusztus elején átkelnek a Tiszán, és augusztus 4-én már Budapesten vannak. A Horthy 4000 fős hadserege ahhoz messze menően nem volt elég, hogy a románokkal szembeszálljon, nem is szállt szembe, hanem kikerülve őket Kalocsa-Paks magasságába átkeltek a Dunán, és Dél-Dunántúlról rendezkedtek be. Úgyhogy 1919 őszén úgy nézett ki a maradék Magyarország, hogy a keleti részeket, az északi részeket, Dunatisza közét is beleértve,
Észak-Dunántúlt a románok tartották megszállva, Dél-Magyarországot beleértve Baját, Mohácsot és Pécset a szerbek tartották megszállva, úgyhogy a magyar hadsereg, Horthy hadseregnek a főhatósága az tulajdonképpen a Balatontól délre eső részekre terjedt ki. Horthy 1919 az Antant megegyezések, az Antant akaratának megfelelően a román csapatok egy idő múlva kivonultak, és Horthy engedélyt kapott rá, hogy 1919. november 16-án a hadseregével, amely erre az időre már 10-15 ezer főre növekedett, bevonuljon Budapestre. Ez november 16-án meg is történt. Itt mondta el Horthy azt a híres beszédét a Gellért téren, Gellért szálló előtt, amelyben egyrészt megfenyegette a bűnös várost, Budapestet, amely, ahogy mondta, vörös rongyokba öltözött, megtagadta a múltját és a nemzet legjobbjait küldözte hazájukból, de ugyanakkor a munkásság kérges tenyerét is elfogadta, ha, mondja, a munkásság letér arról az internacionális alapról, amelyet tanúsított 1918-19-ben. A Horthynak az dunántúli működését, illetve a nemzeti hadseregnek a működését és a budapesti bevonulást követően is itt-ott együtt jártak olyan megtorló akciókkal, amelyek emberéletet követeltek. Ezt hívtuk, vagy hívjuk ma is fehér terrornak, amellyel kapcsolatos vélemények megoszlanak, és a Horthy megítélését is befolyásolják. Tényszerűen a következőket szeretném leszögezni. Nem került elő mostanáig olyan írásos parancs, amelyben Horthy arra buzdította volna a Dunántúlra vonuló tisztjeit, hogy végezzenek ki embereket. Az egyes számú csendőrkülönítménynek a parancsnoka Prónai Pál viszont a visszaemlékezéseiben, amelyet még 45 előtt készített, azt írja, hogy ilyen írásos parancs valóban nem volt, de szóban Horthy azt az utasítást adta nekik, hogy a volt forradalmárokkal, vagy akik részt vettek, funkciót vállaltak, keményen elbánni, keményen föllépni. Ennek az utóbbinek azért adhatunk hitelt, mert ezt maga Horthy sem tagadja. Ha valaki megnézi az emlékiratait, Horthy Miklós emlékiratait, abban megtalálja azt, hogy abban az adott helyzetben a kemény föllépés, az elrettentés indokolt volt. Ez az egész bevonulás, illetve a forradalmároknak a felelősségre vonása, amely számos helyen akasztásokkal és lincselésekkel járt együtt, mint például Szekszárdon. És a nemzeti hadsereg bevonulása különböző magyar területekre, vagy a városokba a lakosság ellenmondásosan fogadta. Mindazok, akiknek az érdekeit a két forradalom, de különösen a tanácsköztársaság sértette, mert elvették az üzletét, elvették a földjét, a boltját a zár alá vették, vagy egyszerűen csak nem engedték megfelelően a vallását gyakorolni, vagy felelősségre vonták, mert ivott fél liter bort, nem volt szabad, alkoholtilalom volt a tanácsköztársaság alatt. Tehát sokan voltak, akiknek a tanácsköztársaság az érdekeiket sértette, és mindazok Horthy nemzeti hadseregére, mint egy fölmentő, honmentő, nemzetmentő hadseregre gondoltak. És ezt ábrázolták is, itt az országmentő szerepet, ugye, ez a kép, a szimbolika egy akkori plakát, ami jól mutatja, hogy háborog a tenger, amely vörös színű, van egy kormánykerék, ami egy hajó kormánykerekére emlékeztet, két izmos kéz fogja, háttérben fölragyog a magyar címer, mintha nap lenne, és ha valaki nem értené meg, hogy kié az a két kéz, amely a kormánykereket fogja, akkor segít az aláírás, hogy itt Horthy Miklósról van szó. És hát ezt versekbe is szedték abban az időszakban, ugye amikor Horthy megérkezik valahol, akkor kenyérrel, sóval üdvözlik, bálok vannak, és alkalmi versek is születnek. Az egyik ilyen alkalmi vers így szólt. Ki ez a hős vezér, ki zúgó tengerrel járt a nagy viharban, s feltűnik hirtelen? Ki ő, ki ez? Magyar hatalmas nagyvezér, ős magyar családból, igazi nemesvér. Hajóval jött, igen, látom a vaskezet, mi erősen tartja a kormánykereket. Hajó jött tengeren a vérözön felett, Isten küldötte őt, mint békekövetet. A társadalomnak a másik része, azok, akiken az osztól csattant, akik 1918-19-ben
valamilyen módon részesei voltak a forradalmaknak. Akár vezetők, akár mint szimpatizánsok. És ezek között olyan emberek is voltak, nem csak Kun Béla, mint a 16 éves Illyés Gyula, aki vörös katona volt, és a véletlen mentette meg attól, egy árokba bújt meg, egy elvonuló különítmény csapat mellett, hogy ő is nem halt meg. Tehát ez egy összetett dolog volt. Most azok, akikkel a fehér terrortól tartottak, féltek, azok egészen másként gondoltak Hortira. Ők gyilkosként. Véreskezű gyilkosként gondoltak rá, hogy ez a kép mutatja, és erről is született vers. A gyilkos Hortiról és a gyilkos különítményekről. Ebből is idézek néhány strófát. Ez így szól. Darutoll és Betlen kucsma, Magyarország véres kocsma. Proletárok piros vérit, csapra kérik, pintre mérik. Véres almon, véres álom, véres étek, véres tálon. Vadvidéken, Bőzbudában, vérkehelyben, vérkupában. Tiszturaknak víg menázsi, vérrel vidám hangulat, tiszturak, tiszturak, tisztigárda így mulat. Mind a kettő magyar szerző, mind a kettő magyar álláspontot tükröz, és azt hiszem, hogy nem lenne értelme méricskélni, hogy hány százalék állt az egyik vélemény, és hány százalék állt a másik vélemény között. Közvéleménykutatás akkor még nem létezett. Úgyhogy azt lehet mondani, azt mondhatjuk csak, hogy mind a kettő magyar társadalom volt, mind a kettő magyar vélemény volt, és ez a megosztottság, ez a véleménykülönbség hosszú időn keresztül, talán a mai napig elkíséri Horthy Miklósnak a megítélését, de ehhez azután később más tényezők is társultak. Oké, a nemzeti hadsereg itt van benn Budapesten, a románok kivonulnak, alakul új kormány, 1920 elején elmegy a magyar békedelegáció Apponyi Albert vezetésével Párizsba, fölmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Az osztrák-magyar monarchia megszűnt, nem kellett hozzá lőni, darabjára hullott, Ausztria is köztársasággal alakult, Csehszlovákiában köztársaság, a délszláv államok királyságot hoznak létre, Románia megszerzi Beszarábiát, és azon az úton van, hogy megszerezze Erdélyt is. Magyarország itt maradt nagyjából olyan határokkal, mint amik ma is vannak. Mi legyen itt a teendő? Mit kell csinálni? Ugye azért tartanak egy parlamenti választásokat 1920 elején, ez eddig rendben is van, de hát egy államnak, egy önálló államnak szüksége van államfőre. Ez lehet király, lehet köztársaság elnök, lehet bárki, ahogy egy országnak a vezetése vagy a lakossága dönt. Magyarország esetében a komplikáció abból adódott, hogy a győztes hatalmak nem csak Magyarország határait írták elő, hanem azt is előírták, hogy Magyarország nem, trónjára nem ülhet Habsburg uralkodó. Álszent módon, vagy szemforgató módon úgy fogalmaznak, hogy Magyarország szabadon azt választ királyának, akit akar, kivéve a Habsburgokat. Azokat nem lehet. Azért nem lehet, mert attól tartottak, hogy akár IV. Károly, akár egy másik Habsburg ül magyar trónra, az egy olyan vonzerőt gyakorolhat a katolikus szlovákokra, a katolikus horvátokra, hogy a Versailles-ban létrehozott új állami rend az gyorsan fölborul és érvényét veszti. Ezért tehát ezt szigorúan megtiltották. Na most, ha nem lehet királyunk, akkor kell valaki mást választani ideiglenes jelleggel, addig, amíg a király kérdést nem tudjuk dönteni. Egyébként a Habsburgok ellen nem csak a nagyhatalmak szóltak, volt Magyarországon egy olyan főleg kálvinista paraszti réteg, vagy rétegek, amelyek a Habsburgokat 1848 óta nem igazán kedvelték, és sokkal inkább rokon szenveztek a függetlenségi Kossuththal, mint a Habsburgokkal. Tehát belpolitikailag is voltak olyanok, akik úgy hívták, hogy szabad királyválasztók, akik nem akartak Habsburgot. Ugyanakkor ott volt a katolikus egyház, ott volt a magyar arisztokrácia, a zsidó nagypolgárság, amely viszont szerette volna a Habsburgokat, IV. Károlyt visszahozni Magyarországra, mert jó emlékei, tapasztalatai voltak. Mivel nem lehetett, ezért születik a döntés, hogy addig, amíg az ország szabadon el nem döntheti, hogy ki legyen a királya, mert az államforma az királyság volt, ezt visszaállították, addig ideiglenes jelleggel választ egy államfőt, és ezt úgy fogják hívni, hogy kormányzó. Történelmi példák alapján, hiszen Hunyadi János is volt kormányzó, Kossuth Lajos is volt kormányzó ilyen ideiglenes időszakokban, és úgy gondolták, hogy most is egy kormányzót kell választani. Két név merült föl, Apponyi Alberté, aki egy kicsit a pártok fölött álló magyar politikának a nagy öregje volt,
És Horthy Miklósé, aki sokkal fiatalabb volt, nem volt pártok felett álló nagy ember, viszont az egyetlen olyan ember volt, aki a fegyveres erővel rendelkezett. És aki a fegyveres erővel rendelkezik, az egy hatalom. És Horthynak a tisztjei kifejezetten azon dolgoztak, hogy Horthy Miklósból első embert csináljanak Magyarországon. És maga Horthy is tulajdonképpen ambicionálta azt, hogy erős kézzel folytassa a rendnek a helyreállítását. És egy idő után ezt a legtöbb politikai tényező elfogadta, annál is inkább, és ennek is volt szerepe, mert az egyik győztes nagyhatalom, Nagy-Britanniának a magyarországi képviselője jó viszonyt ápolt Horthyval, aminek tengerésztiszti múltja van. Egy időben 2-3 éven keresztül együtt szolgáltak Konstantinápolyban, ő egy brit hajón, a Horthy egy osztrák-magyar hajón, és jól tudtak együtt teniszezni és lovagolni, meg nyilván társalogni, és azt jelentette haza folyamatosan Londonban, hogy Horthyban meg lehet bízni, a fehér terrorral kapcsolatos jelentések eltúlzottak, keménykezű, de egy korrekt ember, rá lehet bízni Magyarországon az ország konszolidálását. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül a 1920. március 1-i választás előtt a politikai eldöntötte tulajdonképpen, hogy Horthy Miklós lesz a kormányzó. Még a két zsidó rabbi, az ortodox és a neológ rabbi is elfogadta Horthyt kormányzónak, úgyhogy 1920. március 1-én a parlamentben ünnepélyes külsőség között megválasztják. A tisztek ott üdvözlik, nem ők határozták meg, hogy hogyan választanak, a választás titkos volt, és a szavazás eredménye itt látható, hogy nagy többséget kapott Horthy, és hát az ekkor már öreg és német barátnak ismert Aponyi sokkal kevesebbet. Horthynak a kormányzói jogkörét meglehetősen szűkre szabták. A rendszerváltás előtt, különösen a korai, a 60-as években, 70-es években még Horthyt a történelemkönyvek előszeretettel ábrázolták úgy, mint egy diktátort. Mint kormányzó, Horthy nem volt diktátor. Nézzék meg, hogy milyen jogkörökkel rendelkezett. A nemzetgyűlés által alkotott törvények szentesítése nélkül léptek életbe. Régen, az osztrák-magyar monarchia időszakában az uralkodónak, Ferenc Józsefnek és IV. Károlynak is, és általában az uralkodóknak kétszeres beleszólási joga is volt a törvényalkotásban. Először rendelkeztek az úgynevezett előszentesítés jogával, amely azt jelentette, hogy a kormány akkor terjesztett be egy törvényjavaslatot, ha az uralkodó előzetesen azt mondta, hogy rendben van. Második pedig, amikor a parlament elfogadott egy törvényt, az akkor lépett hatályba, érvénybe, hogyha az uralkodó azt aláírta. Ha nem írta alá, akkor az nem volt érvényes. Tehát az uralkodó, aki egyébként hát Istentől felkent uralkodó volt, abszolút vétójoggal rendelkezett a parlament eszembe. Más kérdés, hogy ideológiai alapon az uralkodó is konzervatív volt, a parlament is konzervatív volt, általában konszenzuálisan intéződtek a dolgok, és nem volt ilyen konfliktus. De Horthy nem rendelkezett ezzel a joggal, ahogy a törvény mondja, egyszer küldheti vissza a nemzetgyűléshez, ha nem tetszik neki a törvényjavaslat, de ha a parlament ragaszkodik ahhoz a törvényhez, akkor Horthy köteles aláírni és kihirdetni. Tehát ilyen korlátozott volt. Nézzék meg a tovább, nemességet nem adományozhat, főkegyúri jókat, vagyis nem nevezhet ki püspököket, és alkotmányszegés esetén, mondja, a törvény megszegés esetén a nemzetgyűlés felelősségre vonhatja. Ezek olyan korlátozások voltak, amelyek alapján azt lehet mondani, hogy a kormányzó jogköre hát maximum a közepes jogkörre rendelkező köztársaság elnökéhez hasonlított jogilag. Ezt Horthy is érezte, és kevésnek is tartotta, éppen ezért csak azzal a megszorítással fogadta el megválasztását, hogyha megválasztása után a jogkörét kibővítik, és pedig a hadsereggel kapcsolatban. Amint látják itt az, hogy hadüzeneted vagy hadseregnek az ország határon kívül akar, a nemzetgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges. Tehát akkor mehet a magyar hadsereg háborúba, ha azt a nemzetgyűlés előzetesen jóváhagyta. Nem Horthy jogköre. Ez volt az a pont, amit Horthy keveselt, és ezért 1920. augusztusában módosítják a kormányzói jogkört ilyen formában, hogy közvetlen fenyegető veszély esetén, nézd, a Magyar Összminisztérium felelősséges a nemzetgyűlés késedelem nélkül kikérendő utólagos hozzájárulása mellett elrendelheti a hadsereget. Ennek a későbbiekben lesz jelentősége. Itt még senki nem gondolt,
Azért sem gondolt, mert azt gondolták, hogy Horthy Miklós egy átmeneti állapot. Egy-két hónap vagy egy-két év után végleges államfő lesz az országnak, ő pedig le fog köszönni. Nem gondolták, hogy egészen 1940-41-ig, a II. Világháborúig államfő fog maradni. Azt gondolták, hogy valószínűleg IV. Károly lesz majd az uralkodó, aki egyébként 1921-ben két alkalommal is megpróbál visszatérni Magyarországra, és elfoglalni a magyar trónt. Ezt voltak, akik támogatták, magyar arisztokraták, középosztálybeliek, és akik örömmel vették volna, és hívták IV. Károlyt. Első alkalommal azonban Horthy egyszerűen lebeszéli a várban, hogy hát ez nem megfelelő a helyzet, és a nagyhatalmak ezt nem fogadják el. Tehát háborús konfliktus jelenthet az, hogyha itt marad. Ezt IV. Károly megérti, elhagyja az országot. Ám a hívei, és ilyenek még nemzetközileg is vannak, tovább biztatják, és ezért 1921. októberében a Dunántúli Nemzeti Hadsereg egyes alakulatainak a támogatásával, főleg leházezredes támogatásával tér vissza Magyarországra, és fegyverrel akarja elfoglalni a trónt. Itt egy háborús konfliktus veszélye fenyegetett, a csehek mozgósítottak, a románok, szerbek útszintén, félő volt, hogy Magyarország ismét háborúba keveredik, és nem volt kétséges, hogy a három állammal szemben a magyar hadsereg vereséget fog szenvedni. Ezért Horthy is és Bethlen is, aki ekkor már miniszterelnök volt, úgy ítélték meg, hogy nem engedhetik meg, hogy IV. Károly átvegye a hatalmat, hanem akár fegyverrel is visszavonulásra kell késztetni, és itt volt a egyetemisták a budaörsi csatában. Néhányan meghaltak, nem sokan, ketten-hárommal haltak meg, és akkor IV. Károly belátta, hogy jobb, hogyha ismét elhagyja az országot. Ez meg is történt, és röviddel ezután Madeira szigetén meghalt. A legnagyobb fia Otto kiskorú volt, tehát a király kérdés egyelőre nem volt aktuális, és maradt Horthy továbbra is a kormányzó. Viszont azok a legitimisták, főleg a nagy arisztokraták, nagy birtokosok, akik IV. Károly környezetéhez tartoztak, ilyen volt mondjuk Andrássy Gyula is például, Sigrai, Festetics és mások, ezek végig Horthyt egy jött-ment uborkafára fölkapaszkodott homonóvusznak tartották, és a katolikus egyház, a felsőpapság egy része is, és tulajdonképpen továbbra is Károlyban gondolkodtak, és próbáltak létrehozni egy legitimista pártot, létre is hoztak, és időnként összegyűltek, de nagy, komoly bázisra a magyar politikai életben, társadalmi életben nem tudtak szerteni, tehát egy szűkkörű legitimista kör tovább ápolta IV. Károlynak a kultuszát, de ez egyre kevésbé tudott versenyezni Horthy Miklós kormányzónak a kultuszával, aki három helyen lakott. Részben a budai várban, amely még ugye a török kiűzése után készült, és ez egy császári királyi rezidencia volt, hát túl nagy volt ahhoz, hogy az egészet elfoglalják, ugye az egyik szárnyban lakott ő is, és a családja, meg a kormányzói személyzet is. Mint tudják, ez ma a Országos Széchenyi Könyvtár rendezkedett be 1985-ben, akkorra hozták rendbe. A másik, hát itt intézte a hivatali ügyeket általában a budai várban Horthy. A másik hely, ahol nyaran, főleg nyaranta, de hétvégeken is gyakran megfordult, a gödöllői Grassalkovics kastély volt, amely valamikor szintén a Habsburgokhoz tartozott, és hát rendelkezett azzal az előnnyel a budai vártól eltérően, hogy egy nagy erdő is tartozott hozzá, egy nagy parkerdő, ahol nem csak teniszezni lehetett, meg lovagolni lehetett, hanem vadászni is lehetett, és ezt Horthy gyakorolta is. A harmadik hely, ahol szívesen tartózkodott nyaranta, ez a kenderesi Horthy kastély volt, ahol, amit szintén időnként ott volt a családjával együtt. 1920-21-ben, még egy kicsit 22-ben is Horthynak jelentős szerepe volt a belpolitikában, belpolitika alakításában. Főleg abban, hogy a kemény föllépés csürgető tisztjeivel szemben inkább Bethlen Istvánnak és a magyar arisztokráciának a parlamentáris törekvéseit támogatta. 1910, mindenki alakul, még 50 évesen is tudnak alakulni az emberek. Horthy, mint egy katonatiszt 1920-ban nagyon kemény volt, és nem tagadta soha, hogy a forradalmárokkal szembeni kemény föllépés indokolt volt. De ennek valahogy véget kellett vetni, és véget kellett vetni azoknak az atrocitásoknak is, amelyek Budapesten, főleg a zsidó negyedben
a zsidó polgárokkal szemben újra és újra előfordultak. És 1923-ra ez kenyértörésre került a sor. Kozma Miklósnak a nevét talán ismerik néhányan, ő egy szegedi tisztje volt Hortinak, Prónaival, Héjas Ivánnal, Bajcsi Zsilinszky Endrével, Eckhardt Tiborral, másokkal együtt, és meglátogatták Gödöllőn 1923 nyarán Hortit. És hát nem felelősségre vonták, de tulajdonképpen emlékeztették Hortit, hogy hát Szegedről nem így indultak. Úgy indultak, hogy keményen fogunk eljárni, és nem ilyen parlamenti vitákra, meg ilyen beszélgetésekre fogjuk a dolgokat bízni, hanem mi tudjuk, hogy mi kell az országnak. És Horthy ekkor mondta azt a híres kijelentést, amit a Kozma Miklós beírt, hogy hazament és beírta a naplójába, és innen tudjuk, hogy ide figyeljetek. Ha rendetlenkedés lesz az országba, én abba habozás nélkül bele fogok lövetni. Akár jobbról jön, akár balról jön. A különbség számomra annyi, tette hozzá Horthy, hogy a baloldali rendetlenkedőkbe passzióval vagy jó szívvel fogok belelövetni, a jobboldaliakba fájó szívvel. Most ezt ugye a Kozma is megértette, a Héjas is megértette, a Gömbös is megértette, és innentől kezdődően hát a prónai különítményt föl is oszlatják, a prónait a hadseregből is kizárják, Héjast is, tehát megregulázzák ezeket a különítményeseket, vagy betagozódnak a nemzeti hadseregbe, vagy pedig azon kívül a partvonalra kerülnek, és Horthy innentől kezdődően egészen a 30-as évekig nem nagyon vesz részt a politikai életnek az alakításában. Konzultálnak vele természetesen, a nagy komoly törvényjavaslatok előtt megkérdezik a véleményét, de nem olyan aktív, mint 20-21-ben volt, amikor nyilatkozatokat, politikai nyilatkozatokat és álláspontokat tett közé. Mit csinál? Reprezentál. Látogatást tesz a pannonhalmi bencéseknél, de látogatást tesz egyetemeken is, szobrot avat 1926-ban Tisza Istvánnál, megjelenik a Nemzeti Színháznak a díszelőadásain a feleségével együtt. Tehát ez egy ilyen, fogadja a követek, külföldi követeket, fogadásokat ad, de érdemben a politikát nem alakítja. A másik, amit nagyon szeret űzni, és űzi is, ez a sportolás. Nem, a vadászat. A sportolás és azon belül a vadászat. Rendszeresen. Ugye én nem vagyok egy vadász, ha önök között vannak vadászok, azok tudják, hogy ennek vannak szezonjai. Tehát van szalonka vadászat, van nyúlvadászat, van szarvasbőgés, meg mit tudom én még milyen alkalmak vannak, amikor a vadászok hódolhatnak a szenvedélyeiknek. Itt Gemencen is, azt hiszem a Gemenci erdő is egy ilyen vadászterület volt. Itt az egyik trófeájával, a budai kastélynak a teraszán. Nagyon szeretett teniszezni, itt Gödöllő látható, amint teniszezik. Hát tengerészként szeretett úszni, ez a medence pedig a Kenteresi kastélyhoz tartozó medence, ahol a menye van mellette, a Gárdedám és a unokája, Horthy Istvánnak a fia. Itt 42-ben látható szintén a menyével és az unokájával Kenderesen, uzsonna közben, és talán föltűnik önöknek, hogy a kisgyerek és a feleség mindig együtt van, vagy külön vannak együtt, de apa nélkül, aminek az az oka, hogy Horthy István 1942-ben, augusztusban lezuhant a repülőivel a keleti fronton, és már nem lehetett itt. Rendszeres visszatérő esemény volt a vitézavatás, amit többek között azért találtak ki Horthy, mert nemességet nem adományozhatott, és a nemesség helyett létre akart hozni egy új nemességet, amit vitézi rendnek nevezett. Ennek ő volt a főkapitánya, és azok, akik vitézek lehettek, volt tiszti vitézek és legénységi vitézek, azoknak minimum frontszolgálata kellett rendelkezniük több évessel, és hogyha azt is jó néven vették, hogyha 18-19-ben a jó oldalon állt idézőjelbe. Tehát véletlenül sem a front, a forradalmi oldalon, hanem a másik oldal. Ha az a kettő megvolt, akkor könnyen lehetett valakiből vitéz. A 40-es évek elején 4000-en voltak körülbelül az országban, és ez akkor egy megbecsülésnek számított, mert a tiszti vitéz, földet vagy pedig kocsmáztatási jogot, meg különböző előnyöket adtak nekik. Egy tiszti vidészitelek a 150-200 holdas is lehetett, 40-50 holdtól, a legénységi telek az pedig olyan 20-tól 40-50 holdig. És ez az első szülött gyerek kapta. Tehát aki kapott egy ilyen ekkora földet,
az egy jelentős vagyonra tett szert, amely egy egzisztenciát biztosított neki. A nagyatádi féle 1920-22-es földreformnál az átlag parcella 1,7 katasztrális hold volt. Az ugye arra volt jó, hogy krumplit meg a babot meg lehetett termelni rajta, de a piacra nem nagyon. De egy 20-30 holdas birtokon azon lehetett természetesen, és volt, aki kocsmát kapott. Az egyik kocsma az, ha innen, nem is, császár töltésről, hogyha megyünk Kecel fel, nem tudom, hanyas út az, ott volt a Kecel előtt a szőlőknél, ott volt egy ilyen vitézi kocsma, ami még az én gyerekkoromban is működött, és ugyanaz volt a tulajdonos akkor is. Itt ugye a szavaz. A 30-as évek végétől ez a viszonylag nyugalmas, reprezentatív időszak Horthy életében ez módosul, mégpedig azért, mert a nemzetközi rend kezd átalakulni, és látható, hogy a nemzetközi rend átalakulása Magyarországnak a jövőjét, Magyarországnak a határait is érintheti. A trianoni határokat a magyar közvélemény és a magyar politika elfogadta, mert hogy más nem tehetett, de minden erejével azon volt, hogy amikor a lehetőség erre megteremtődik, akkor ezen változtasson. És ez a maga módján ezt Horthy is ebbe bekapcsolódott, 1936-ban teszi az első külföldi útját Mussolininél, aki elég a 20-as évek vége óta a magyar revíziót támogatta, jobban, mint Hitler tulajdonképpen. Útban hazafelé megáll Bécsben, ahol 1918 óta nem járt és tanácskozik az ottaniakkal. Majd 1938-ban hivatalos látogatást tesz Németországba Hitlernél, Münchenben, Bajorországban, Berlinben és legfőképpen a kieli haditengerészeti, német haditengerészeti bázison, ahol hát Hitler tudja, hogy mivel lehet Horthyt impresszionálni, az ott fölvonultatott német buvárhajók, tengeralattjárók, cirkálók tényleg impresszionálták Horthyt, és hát megingatták azt a hitét, hogy ha háború lesz, akkor az angolszászok fognak győzni, hanem kezdett afelé hajlani, hogy a németeknek egy olyan páncélos ereje és hadiflottája van, amely legyőzhetetlen, és kezdetben ez így is nézett ki. Ezzel párhuzamosan a két világháború között, különösen a 30-as évektől szisztematikusan törekednek arra, a kormányzat törekszik arra, hogy Horthynak egy kultusza alakuljon ki, hogy egy pozitív ikonná váljon a magyar társadalom előtt. Tehát megszűnjék az a kettősség, hogy honmentő, és ugyanakkor fehér terror vezetője, gyilkos is, hanem egy honmentő pozitív szerepet próbálnak neki alkotni, vagy kreálni, amelynek nagyon sokféle eszköze van a kultuszépítésnek. Ilyen például az, hogy gyerekek olyan füzetet kapnak, amit Horthy Irkának neveznek. Irka az, régen úgy hívták a füzetet, hogy Irka. Ugye ez ilyen. Azután olyan az, hogy a kormányzóságának a 10 éves jubileumára pénzt verettek a portréjával. Ez is ugye a kultuszépítés. 1934-ben a 19-es budapesti bevonulás évfordulójára a nagybányai Vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányos felesége a díjtalanul osztják a Tolnai világnapját, azt, amiben erről szóval. Szobor is készül róla természetesen, festmények is készülnek róla. A mai Petőfi hidat, amit 37-ben adnak át, azt eredendően Horthy Miklósról nevezik el, Horthy Miklós híd. Szegeden a 30-as évek végére elkészül a Hősök kapuja, amely a mai Nagyboldogasszony sugárút és az akkori Nagyboldogasszony sugárútat a vasútállomással köti össze. Én gyakran jártam ott diánként, de akkor április 4-e útjának hívták, Nagyboldogasszony sugárútnak. És itt készült egy ilyen diadalív, Hősök kapuja, amelynek a belső freskóját Abanovák Vilmos készítette, és ezen a belső freskón Horthy Miklós a fehér lován vezeti feltelten győzelemre, vagy csatába a magyar vitézeket, akik között, a vitézek arca között, hogyha nagyon bele akarunk magyarázni valamit, akkor Gömbös Gyula is fölfedezhető, meg Betlen Istváné is fölfedezhető. Én legalábbis ezt gondolnám Gömbösnek, ez pedig Betlen Istvánnak. Kicsit hasonlít, nem ugyanaz, kicsit hasonlít, de Horthy is pontosan ugyanaz.
1938-ban elkészül az első magyar nyelvű életrajz Horthy Miklósról, Dobhoff Lili írja, természetesen a pozitívumok vannak kidomborítva benne, mint ahogyan az ilyen jellegű könyvekben ez mindig lenni szokott. A 30-as évek végétől egyre erőteljesebb a revíziós propaganda, amit hát szintén súlykoltak a társadalomba és a gyerekekbe is, és ez a törekvés 1938 és 1941 között sikeres lesz. Először 1938-ban a Észak-Magyarországnak a egykori felvidék vagy Felső-Magyarország déli szegélye kerül vissza, ahol a magyar lakosságnak az aránya magyar statisztika szerint több mint 80%, és a szlovák statisztika szerint is több mint 60%, tehát etnikailag egy alig vitatható, korrekt visszacsatolásról van szó. Majd 1939-ben, amikor Hitler elhatározza Csehszlovákiának a teljes földarabolását, akkor azt üzeni a magyar kormánynak, hogy 48 órájuk van Kárpátalja maradék részének az elfoglalására, amit a magyar hadsereg meg is tesz. Itt viszont hát a magyaroknak az aránya a magyar statisztika szerint is csak 10%, mert itt ruszinok laknak, a magyarok itt laknak a délnyugati beregszászi járásban és a környékén. Majd 1940-ben döntőbíráskodással ismét német-olasz döntőbíráskodással visszakerül a Székelyföld, Észak-Erdély és a Partiumnak ez a része, ami 43 ezer négyzetkilométer, ez mind a kettő 12 ezer négyzetkilométer, itt 700 ezeren laknak, itt több mint 1 millióan, itt viszont 2,5 millióan ezen a 43 ezeren, akiknek a magyar statisztika szerint 51%-uk a magyar, a román statisztika szerint 39%. Ismét, ugye ennek különböző okai vannak, hogy miért különböznek ennyire a magyar és a szomszédos államokban a statisztikai. Ide-oda vándorlásról is szó van, meg arról is szó van, hogy nem mindegy, hogy ki kérdezi és milyen nyelven, hogy mi az anyanyelved, vagy milyen származású vagy. Tehát ugye ezt magyarul kérdezi egy magyar kérdező biztos, akkor például bizonytalan identitású, vegyes házasságban élők, zsidók, németek, cigányok hajlamosak azt mondani, hogy magyar. De ha ezt románul kérdezik, vagy csehül kérdezik tőle, akkor hajlamos azt mondani, hogy szlovák, nem magyar. Tehát az emberekben van egy ilyen többséghez való alkalmazkodási, különböző okokban. Az utolsó 1941-ben, amikor már egy Jugoszlávia katonai megtámadásának keretében kerül vissza Bácska és a Baranyai háromszög, ahol hát a lakosságnak a körülbelül magyar statisztika szerint is csak 38-39% a magyar, a többi az részben délszláv, horvát, szerb, részben német, és kis részben szlovák is. Talán mondanom sem kell, hogy ezek a bevonulások, ezek a terület visszacsatolások nagyon-nagyon nagy mértékben növelik Horthynak a nimbuszát. És tulajdonképpen ekkor rögzül a magyar társadalomba, akik akkor éltek, hogy Horthy a honmentő és az országgyarapító. Nem is kell ezen csodálkozni, ugye itt, és a Horthy általában ezeket a bevonulásokat nagyon szépen megszervezik, és mindig ő, az ünnepélyes bevonulást azt ő vezényli, vagy ő van az élen. Itt ugye egy felvidéki faluban, itt Kárpátalján, tehát tisztjei körében, 40 szeptemberében Erdély, Horthy Szatmár németén, több helyen is ugyanígy meg van itt Nagyváradon, és hát a legkomolyabb a kolozsvári bevonulás szeptember 15-én. Érdekes módon, hogy ilyen ünnepélyes bevonulás Bácskában nem volt, valószínűleg azért, mert ott harcok is voltak, nem volt olyan egyszerű, nem volt olyan felemelő, mint a többi régióban. De azért 1941. augusztus 20-án Szabadkán a feleségével együtt megjelenik, és beszédet mond Horthy ott is. Tehát az összes visszacsatolt területeken ő mindig megjelenik, és ahogy a díszleteket nézik, jelentősen kidomborítják Horthynak az érdemeit. Nincsenek miniszterelnökök, külügyminiszterek, diplomaták, a fő alak minden esetben Horthy, és mellette Mussolini, illetve Hitler kisebb méretekben. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, ugye a felirat. És a hongyarapított itt aztán ezt képeslapokon, egyebekben is ábrázolják, bélyegeken,
emléklapokat adnak ki ebből az alkalomból. Ez indítja a kecskeméti városatyákat arra, hogy amiből most van is probléma, vagy volt az elmúlt időszakban, a városházán festetnek Hortiról egy portrét, abból az alkalom, hogy 1920-ban meglátogatta Kecskemétet, ez Éjas Iván, aki szintén szegedi tisztje volt Hortinak. És az érdekessége az, hogy a szobor, a freskó mellett pedig a magyar történelmnek a nagyjai, ugye Nagy Lajos, Hunyadi és Mátyás, igen, a kétség kívül a magyar középkornak a jeles alakjai, Horthy Miklóssal együtt. Tehát megvan egy ilyen kontinuitás, amit egyébként szintén voltak, hát erre nem tudok mondani, nem történész volt, hanem olyan propagandista, akinek sikerült olyan 400 oldalas munkát csinálni, amiben bebizonyította, hogy a Horthy család Árpádnak a leszármazottja. Ez ugye kellő pénzért ilyet mindig lehet találni, ilyet, akik ma is vannak ilyenek, akik meg lehet nekik mondani, hogy kitől szeretnénk származni, és akkor azt elő fogják állítani. Alapja ennek nem volt, de minden esetre ez is a kultuszépítésnek a része volt. Fölmerül azután az is, hogy hát ugye az ideiglenesség most már 20 éve lesz lassan, hogy a Horthy kormányzó, mi legyen a jövő? Horthyban nem tudni, nem adott ennek, nem adta jelét, de a környezetében, a családjában kétségtelenül fölmerül, hogy elképzelhetőnek tartják, hogy ezt a kormányzói hivatalt, ezt átörökítenék a családba. Horthy nem akart király lenni, mert ő ugye protestáns vallású volt, kálvinista, és azzal tisztában volt, hogy a magyar katolikus egyház és a katolikus lakosság, amely akkor kétharmada az országnak, trianoni Magyarországon, az ezt nem venné jó néven. Ezért ezt soha nem gondolta, hogy ő király lehet, de arra igen, hogy a családon belül maradhat a kormányzóság, és ebből a meggondolásból 1942 elején fiát Horthy István kormányzó helyettesé választja a parlament. Szerencsétlenségre, ugye fél év múlva, 1942. augusztusában a keleti fronton Horthy Miklós repülőszerencsétlenség áldozata lesz, és ettől kezdődően kerül előtérbe az elhunyt Horthy Istvánnak a fia, akit az előbb az uszoda mellett láttak, meg az uzsonnánál, a kis Horthy István rádióújságban, mint a kormányzó lehetséges utódja. Fölmerül, hogy régens tanácsot kellene mellé állítani és átadni neki a hatalmat, de végül is ebből nem lesz semmi, és az, hogy nem lesz semmi, ez döntő mértékben a Magyar Katolikus Egyház vezetésének tulajdonítható, Serédi Justinián ekkor a herceg Tímás, aki minden ilyen törekvésnek ellenáll, és ragaszkodik IV. Károlynak, a utódának, Ottónak a trón örökletési jogához, és ezt a magyar arisztokrácia egy része is így gondolja. Árnyékot vet erre a kultuszépítésre, legalábbis a magyar társadalom egy része körében, az 1938-tól kibontakozó antiszemitizmus, amelynek egy csomó törvényi rendelkezése van, és ezeknek a végeredménye az, hogy a zsidónak minősített lakosokat először csak a vallás szerint, majd származás szerint mindenféle diszkriminációban részesítik, többek között abban is, hogy a zsidó férfiak nem lehetnek katonák, nem viselhetnek fegyvert, és nem lehetnek a magyar honvédségnek amennyiben, akkor le kell nekik szerelni, és munkaszolgálatra osztják be őket. A történetnek a végét majd látni fogjuk, ez deportálásokba tolkollik, de már ez a része is, a fegyvertelen munkaszolgálat kint a fronton is, hát komolyan bírálattárgyává tehető. 1941-ben csatlakozunk, vagy lépünk be a háborúba, a Kassa bombázását használják ürügyként, és itt van jelentősége annak a törvénynek, annak a módosításnak, amit mutattam, hogy Horthynak közvetlen fenyegető veszély esetén joga van az ország határain kívülre vezényelni a magyar hadsereget. Soha nem, azóta se tudjuk pontosan, hogy kik bombázták Kassát. Azt tudjuk, hogy egy olyan bombát találtak, amin civil betűkkel szerepelt a fölirat. Ennek és más jeleknek az alapján úgy döntöttek, vagy úgy ítélték meg, hogy orosz szovjet gépek voltak, annak ellenére, hogy a szovjet külügy jelezte, hogy ők nem voltak,
nem akarják, hogy Magyarország belépjen a háborúba, és ha megőrzi a semlegességét, akkor a háború után Magyarország számíthat a Szovjetunió jóindulatára Erdéllyel kapcsolatban. Ez megint egy olyan dolog, amiről nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha Magyarország másként lép, azt tudjuk, hogy mi történt abban az esetben, hogy így lépett, a Szovjetunió ezért nem volt hálás, de minden esetre a magyar hadsereg a gyorshadtest. Ez körülbelül az a vidék egyébként, az a vidék, ahol most a harcok dúlnak, a Domba, úgynevezett Dombasz. Addig megy a magyar gyorshadtest, ez egy nagyjából 70 a logisztikával együtt 70 ezer fős hadsereg, ami olyan veszteségeket szenved, hogy 41 végére kivonják a harcból. Ugye ez a háborúba való belépésünk a Kassa bombázása mellett azért is egy problematikus dolog, mert Hitler nem kérte a magyar hadsereg részvételét. Két okból nem kérte. Egyrészt azért, mert a magyar hadsereg gyöngén felszerelt hadsereg volt, a trianoni békeszerződés miatt nem tudták a hadsereget kellően fejleszteni, és ezért a nehéz fegyverzetekben, páncél elhárító fegyverekben, tankokban, repülőkben nem volt igazán jól felszerelve, tehát a harcértéke korlátozott volt. Másrészt pedig a Hitler azt is gondolta, hogy magyarokat jobb, ha nem jönnek, harcértékük kicsi, mert akkor megint területet fognak követelni. És a területet csak most már románoktól lehet elvenni, megint vagy a szlovákoktól, akik szintén szövetségesek. Ezért tehát nem volt, az volt a német álláspont, hogy minden önkéntes felajánlást elfogadunk, de nem kérjük a magyar részvételt. Így történt meg ez a hadbalépés, és ez is egy problematikus pont, és ebben Hortinak megvan, sőt, döntően neki van meg a felelőssége, mert a döntést ő hozta meg. Igaz, hogy a kormány szavazattöbbséggel utólag jóváhagyta, a parlament pedig közfelkiáltással jóváhagyta. Tehát a lépés jogilag rendben volt, politikailag azonban fölvethető, hogy indokolt vagy indokolatlan volt. Más volt a helyzet 1942-től, amikor a moszkvai, ugye Moszkva előtt megállítják a szovjetek a német támadást, és innentől kezdődően Hitlernek, németeknek minden támogatása szükségük volt, és 42. januárjában Budapesten Ribbentrop külügyminiszter és Keitel vezértábornagy kérik is a magyar kormányt, követelik, hogy az egész magyar haderőt küldjék ki a keleti frontra. Ennek a magyar vezetés, beleértve Hortit is, sikeresen ellenáll, és csak, idézőjelben mondva, egy 200.000 fős hadsereget küldenek ki, ez lesz a második magyar hadsereg. Amely azonban hát a 200 kilométer hosszú frontot nem tudja tartani, részben azért, mert kevesen vannak, ahhoz, hogy ugye ebből a 200 ezerből első vonalban nem lehet több 70 ezernél, mert mindig vannak pihenőben, tartalékban, és van egy hadtáp, egy logisztika háttérben. És ez a 70 ezer ember azokkal a régi fegyverekkel, amikkel föl voltak szerelve, nem tudta a megfelelő védelmet, nem tudott kialakítani, és különösképpen kevés volt ez a szám ahhoz, hogy mélységi védelmet alakítsanak ki. A férfiak nyilván tudják, hogy ez mit jelent, azt jelenti a mélységi védelem, hogyha az első vonalakat az ellenség áttöri, akkor gyorsan visszavonulunk, és a második vonalba ugyanúgy várjuk őket, mint az elsőben. De ha nincs mélységi védelem, akkor az első vonalak áttörése egy fejvesztett menekülésbe csaphat át, és ez történt 1943. januárjában a Don mentén, amelyet hát talán nem tudom, hogy nem sok magyar család lehet, akit valamilyen módon nem érintett, mert a 200 ezerből 40-50 ezer meghalt, 45-50 ezer megsérült, 40-50 ezer pedig hadifogságba került, úgyhogy alig volt 40-50 ezer, aki sértetlenül tért vissza innen. Az itteni, a Don kanyar eseményei is a magyar vezetést és Hortit is arra késztetik, hogy elkezdjen távolodni Németországtól, és keresse a kiugrásnak a lehetőségét. Erről viszont a németek tudomást szereznek, és 1944. márciusában megszállják Magyarországot katonailag. És itt kezdődik, vagy itt van Hortinak, tulajdonképpen Horti kormányzói tevékenységének a második és talán a legfontosabb olyan része, amely mai napig vitáknak a tárgya. Ugye a német megszállást Horti eredeti tervétől eltérően tudomásul vette. És azt üzente haza Kleszheimből, hogy a német csapatokat barátként kell fogadni, nem ellenségként. Ennek következtében csak véletlenül lőttek a németekre, például itt a Bajai hídon egy katona vagy kettő, akiket elfelejtettek értesíteni arról, hogy a németek barátként jönnek,
meg Bajcsy-Zrinszky Endre Budapesten, de egyébként különösképpen semmiféle ellenállás nem volt. Horthy ezt követően visszavonul a várba, és tulajdonképpen úgy tesz, mintha rajta átadja a hatalmat a sztójai kormánynak, akit viszont ő nevez ki. És a sztójai kormány irányításával megkezdődik a zsidóknak a deportálása, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2 hónap alatt, május közepétől július elején, 1,5 hónap alatt a vidéki zsidóság egészét deportálják, és a vidéki zsidóság 2/3 ott veszett Auschwitzbe és a többi megsemmisítő táborba, vagy útközbe. És ugye ez nyilvánvalóan nem hihető az a magyarázat, hogy Horthy nem tudott erről. Ha nem tudott, az is egy nagy negatívum, mert hiszen ő az ország kormányzója. Ha pedig tudott róla és nem tett semmit, az is egy komoly negatívum. A hívei, Horthy hívek erre azt szokták mondani, hogy igen, de 44. júliusban leállította a deportálásokat, és ezzel megmentette a budapesti zsidók jólészét. És ez az állítás is igaz. Tehát a mondatnak van egy első fele, és van egy második fele. És azt gondolom, hogy az jár el tárgyilagosan és korrekt módon, aki a mondat mindkét felét mondja. Vagyis az, hogy Horthy passzívan tűrte, hogy a vidéki zsidóságot deportálják, majd különböző okok miatt 44. júliusában leállította sikeresen a deportálásokat, és ez az oka annak, hogy a vidéki zsidók 2/3 elpusztult, a budapesti zsidók 2/3 megmenekült. Csak 1/3 veszett el, gettóba és különböző helyeken. Úgyhogy azt gondolom, mind a kettő van. További probléma itt, hogy ugye próbált kilépni a háborúból, ideiglenes fegyverszünetet kötni a szovjetekkel, nem sikerült, de ezt föl lehet fogni úgy, hogy ügyetlenül csinálták, rosszul szervezték. Viszont ezt követően átadta a hatalmat Szálasinak. És ezzel meghosszabbította a háborút. Erre megint lehet, lehet azzal menteni Horthyt, hogy igen, de a németek elrabolták az utolsó élő gyermekét, Horthy Miklóst. És megfenyegették azzal, hogy ki fogják végezni akkor, hogyha nem adja át a hatalmat Szálasinak. Nem tudjuk, hogy mi történt volna, nem tudjuk, akkor minden esetre átadta a hatalmat, és ezzel a nyilassoknak a kezébe helyezte a hatalmat, akiknek a tevékenysége, hogy így mondjam, hát a Magyarország történelmének azt hiszem a legszomorúbb fejezetei közé tartozik, ezt lehet mondani. Annak fejében, hogy átadta a hatalmat Horthy Szálasinak, kiengedték a németek Bajorországba, ott amerikai hadifogságba esett, javára írták azt, hogy a budapesti zsidókat megmentette, javára írták azt, hogy megpróbált kiugrani háborúból, és nem idézték a Nürnbergi hadbíróság elé. Tehát nem volt vádlott Nürnbergben, eltérően sok német vezetőtől, és Magyarországnak, illetve Jugoszláviának sem adták ki, amely kérte, hogy adják ki. Sem az oroszok, Sztálin, sem az amerikaiak nem akarták, hogy Horthyba. És tulajdonképpen a magyar vezetők se akarták, ők is azt mondták, a kisgazdák, hogy nem akarnak Horthyból mártírt, ne hozzák vissza Magyarországra. Így került Horthy olasz kitérő után Portugáliába, Estorilba, ebbe a nagyon szép kisvárosba, ahol rajta kívül több más uralkodó és államfő is töltötte az emigráció, vagy ette az emigráció keserű kenyerét. Horthy ebben a villában, Estorilban, egyre betegebben, itt családja körében látható, a bátyjával vagy öcsével. Emlékiratait írja, amelyeknek a magyar változata 53-ban jelenik meg, az angol pedig 56-ban. Az az igazság, hogy több nyelven kiadták, sok nyelven kiadták, Horthy ezzel jelentős pénzt tudott szerezni, ami kellett is ahhoz, hogy ott megéljenek, de mint történeti forrás nem nagyon releváns. Tehát fontos dolgokról nincs benne szó, vagy ha szó van, akkor nem korrekt módon. Közben ugye egyre betegebb, egyre öregebb, még 56-ot megéri, 56 fölvillanyozza, és ahogy a forradalmat levelik, utána ágynak dőlt, és 1957 elején elhunyt. Miközben Horthy Estorilban éri az emigráció kenyerét, eszi az emigráció kenyerét, aközben a Magyarországon szovjet szuronyok árnyékában berendezkedő népi demokrácia, majd később államszocializmus, Horthyt a lehető legnegatívabb színben tünteti föl, tehát míg a két világháború között
egy pozitív Horthy képet akartak és alakítottak ki, addig 1940 után elkezdődött a negatív Horthy képnek a kialakítása, amelynek ugye itt az egyik a Ludas Matyiban az ország gyarapítóból országvesztőt csinálnak, aminek az az alapja, hogy ugyanazokat a határokat kapja Magyarország a 47-es párizsi békében, mint Trianonba kapta kis eltéréssel. Itt szemrehányásokat tesznek neki, és felsorolják a bűneit, fehér terror, zsidó törvények, donkanyar, holokauszt, és így tovább. És végső esetben még a patás ördökként is ábrázolják Horthy Miklóst itt. Tehát az újabb fiatal generációk körében így jelenik meg Horthy Miklós, nem úgy, mint ahogy a két világháború között mutatták. Horthy bűneit a Gárdos Miklós, aki egy újságíró, Tengerész a várban című könyvében így összegezi, amelyek, ez nem igaz. Tehát az, hogy a katarói matrózlázadás leverésében Horthynak semmi szerepe nem volt. Tehát ez már hazugság. Azért ment én szerintem, mert tudta, hogy a pénzszerzéshez hatalom kell. Ez is egy rossz indulatú beállítás. Azért ment oda, mert a kommunizmus nem szerette meg a kommunistákat, és közre akart működni a megbuktatásukban. Saját kezű parancsból tisztelt teljénkeménye, nem igaz, nem került elő ilyen parancs. 21-ben hercegi címet követelt Nedvéd Károlytól, ezt a legitimisták mondták, ő az emlékirataiban tagadja, nem tudjuk eldönteni. Dinasztia alapító ábrándokat melengetett. Ebből annyi igaz, amennyit elmondtam. Kormányzóként viszonya volt Jákob Margit előadó művésszel. Erről semmit nem tudunk, és hogyha valóban viszonya lett volna, akkor szerintem a bulvár sajtó az biztos, hogy megírta volna, úgyhogy ezt nem tudom igazolni szintén. Ez abszolút nem igaz, hogy sok ezer azar fontot nagyon aranyodott helyzettel külföldön. Egy emigráns kormányt létre akartak hozni, valóban, és annak helyeztek el pénzalapot. Tudta, hogy Kassára nem szovjet repülőgépekről hult a bomba, nem tudom, hogy tudta-e. Ez igaz. Szabad kezet biztosított Sztojinak a zsidókap, ez igaz. Tudta, megsemmisített táborok működnek, tudott arról, hogy ezek működnek, ez igaz. 44 nyarán is folytatni akart táborot, ez nem igaz, hát ő kért fegyverszünetet. Miklós fia életéért cserébe átadta a hatalmának szállásom. Ez igaz. Tehát azt lehet mondani, hogy valós megállapítások szerepelnek túlnyomóan valótlan vagy féligaz állításokkal, de ezeket, és ilyenek voltak a tankönyvek is, amiből a Horthy Miklós kép kialakult. 1989-ben van egy újabb fordulat, ugye volt egy pozitív Horthy kép a két háború között, utána 89 után volt egy negatív Horthy kép, mind a kettő torzított. 89-ben azután beérkezünk a pluralista demokráciának a korába, amikor különböző politikai irányzatok vagy különböző meggyőződési emberek azt gondolnak lényegében, amit akarnak, különösebb konzekvenciák nélkül. Az államszocializmus időszakának a ikonjait kihelyezik a szoborparkba, és elkezdődik Horthy Miklósnak az történelmi szerepének az újragondolása. Ebben először egy 56-os menekült, Gosztonyi Péter jár élen, aki Svájcban rendezkedett be, és az ottani svájci Osztályrépe Bibliotéknek volt az igazgatója, és ő írt 73-ban egy olyan biográfiát Horthy Miklósra, ami 1990-ben Magyarországon is megjelent, amely elég kiegyensúlyozott volt. Tehát inkább Horthynak a pozitívumait hangsúlyozta, negatívumait kevésbé, de nem olyan primitív módon, mint ahogyan azt az eddigekben láttuk. Levéltári forrásokat nem használt, tehát csak írott anyagokra vagy publikált anyagokat használt. Következő lépés 93-ban Horthy Miklós újra temetése végakaratának megfelelően Kenderesen. Ez az, amikor ugye a magyar miniszterek vagy Antal József nem vesznek részt, de nem tiltják meg, hogy magánemberként valakik ott akár a kormányból is részt vegyenek. A főszereplő itt és a későbbiben is Horthy Istvánné, az Istvánkának az anyja, a lezuhant Horthy Istvánnak a felesége, aki úgy tűnik, hogy az élete utolsó éveiben mindent megtett annak érdekében, hogy az apósának, Horthy Miklósnak a kultuszát újraébressze. Ennek a kultusznak az egyik színhelye mai napig Kenderes, ahol egy tábla üdvözli az odaérkezőt, hogy hova érkezett. A kenderesi Horthy kripta, amely
nél mindig vannak koszorúk és mindig vannak virágok a négyes út mellett. 2013-ban újratemetésének a 20. évfordulója. Itt a főszereplő ismét Horthy Istvánné, aki 2000-ben kiadja az emlékiratait is, a két kötetben, ez megjelenik angolul is, talán más nyelveken is, el lehet olvasni, apologetikus, azt kell mondanom, és kevéssé tárgyszerű. Tehát, mint történeti forrásmunka nem nagyon használható, ami tekintve, hogy hát Horthy Miklós mennyiről van szó, bizonyos mértékig érthető is. Akik nagyon sokat tesznek Horthy kultuszáért az utóbbi években, az az újraélet vitézi rend, vagy vitézi rendek, mert több is van belőlük, amennyire tudom. Új vitézeket avatnak, a vitézek között látjuk olyan személyis ismert személyiség, mint Bencsik András, vagy Mága Zoltán, akiket ismernek, de a katolikus egyház is képviselteti magát, az innen nem messzi kalocsai Bábel Balázs érsek is a vitézi rendnek a tagja. Most nyilván már nem olyan érdemrendek alapján, mint annak idején, mert ők az első világháborúban nem tudtak részt venni. Akik bálokat rendeznek, itt láthatók, és egy következő lépés, ami a kormányzó kultuszának építését mutatja, ez a Koltai Gábor Nemeskült István által 2006-ban elkészített a Kormányzó című film, amit lehet, hogy láttak, lehet, hogy nem. Ez is apologetikus, és a Horthy kultuszt próbálja alátámasztani. Szegeden a Hősök kapujánál kibontják a freskót, ami az egész 89-90-ig be volt falazva, tehát amikor alatta jártunk, akkor mindig mondták, hogy ott van a Horthy meg a katona, de nézni nem lehetett, mert be volt vakolva, és leszedik a vakolatot, és újraalkotják. És hát a legkülönbözőbb módokon terjesztik még a hívek a Horthy kultuszt, így például Horthy arcképes kultusz is van, főleg persze az idősebbek, kevésbé a fiatalabbak, kártyázni is lehet, olyan is van. 2011-12-ben elsősorban a Jobbik Magyarországért mozgalom volt az, amely a Horthy mögé állt és a Horthy kultuszt támogatta. Szegeden is akarnak neki szobrot állítani, de nem sikerül. És egy érdekes esemény zajlott 2012. májusában Gyömrőn, ahol a Szabadságteret a jobbikos polgármester átnevezte Horthy térré, amiből nagy bonyodalom támadt, mert a település egyik része ezzel egyetértett, a másik része ellenezte. Aminek megvannak a történelmi előzményei, mert ugye deportálták a zsidókat, majd amikor a munkaszolgálatból hazatértek a munkaszolgálatos zsidók, akkor ők bosszút álltak azokon, akik deportáltak, tehát kölcsönösen kivégeztek néhány tucat embert, és így a falu totálisan megosztott volt. Ebben, mint Pilátus a krédóba, én is belekerültem, mert oda is meghívtak egy Horthy előadást tartani, mint ahogy ide Bajára, azzal a különbséggel, hogy ott nagyon feszült volt a hangulat, és a rendőrség biztosította a környéket, és a roham rendőröknek a parancsnoka meg engem biztosított, hogy nyugodtan tartsam meg az előadást, garantálják a személyi sértetlenségemet. Végül nem verekedtek, de közel álltak hozzá, hogy verekedjenek az emberek. Végül azt a megoldást hozták, hogy a tér egyik fele Szabadságtér, a másik fele Horthy tér, és fölállítottak ide egy padot, amire az van írva, hogy szeressük egymást. Ugye nem csak Gyömrön, máshogy is folytatódik a Horthy szobroknak az állítása. Itt például Kerekiben 2012. májusban egy faszobrot állítanak föl egy magántelken, így nézett ki, amit egy Dániel Péter nevű ügyvéd vörös festékkel ledöntött, és nyakába akasztotta, hogy tömeggyilkos. Dániel Péterről én nem sok mindent tudok, de ez a kép azt hiszem, hogy mutatja a politikai kötődéseit. Viszont voltak, akik Dánielt küldték el, mégpedig hív a Duna vár a MÁV jelszóval, amire az idősebbek talán tudják, hogy ez mire utal. Ez 1944-re zsidó deportálásokra utal. 10 Csóka Kőni szobor lesz. 2013-ban a Jobbik kezdeményező, hogy Horthy Miklós emlékév legyen, az mérsékelt sikerrel, de itt-ott neveznek el Horthy Miklós utcát. Szobrot avatnak 2013-ban Budapesten a
hazatérés templomában, a Szabadság téren van ez a hazatérés templom, annak az előterébe, itt látható Hegedűs Lóránt avatja föl, aki egy kálvinista püspök, vagy püspöknek a fia, legalábbis. Tessék, fia? A fia, igen. De ő is lelkész. Akik pedig kint vannak, és kint az ellentüntetők mondják el a saját véleményüket, amely nem azonos a bentiekkel, újra termelődik bizonyos szempontból az 1919-20-as pozitív és negatív Horthy kép és Horthy megítélés. Minden esetre a kultuszépítés folytatódik, ahogy látják, Hegedűs Lóránt, Novák Előd, ő is akkor Jobbik alelnöke volt, ma a Mi Hazánknak azt hiszem a vezetője vagy alelnöke. A legújabb fejlemények ebben az egész Horthy történetben az, hogy Orbán Viktor 2017-ben miniszterelnökként kijelenti, hogy Betlen és Klebersgrán mellett Horthy Miklós is kivételes államférfi volt, amire Bájer Zsolt, Szakály Sándor válaszolnak azonnal, hogy Horthy Miklós nagy államférfi volt, Raffay Ernő pedig javasolja, hogy lovasszobrot kell neki állítani az országgyűlés előtti téren. Ez a jobboldalnak, vagy a jobboldali radikális soknak az álláspontja a mai napig. Nem történt meg 2017 óta semmi ebben az ügyben, semmi újabb fejlemény nincs. Ha csak ilyen a parlamentben egy szobába fölállított mellszoborra nem gondolunk. Ami nem változtat azon, hogy a baloldal karikaturistája az továbbra is hát egy negatív Horthy képet ábrázol, és azt hiszem, hogy a magyar társadalomnak körülbelül ez a véleménye. Van egy pozitív Horthy kép, van egy negatív Horthy kép. Most már rendelkezünk visszamenőleg is statisztikákkal és közvéleménykutatásokkal, és ezek azt mutatják, hogy a 90-es években még Horthy Miklós egy negatív figura volt, nem annyira, mint Szálasi és Rákosi, de a magyar lakosság többség által negatívan megítélt figura volt. Azt hiszem, hogy azóta ez abban az irányban módosult, hogy a pozitívabb értékelés kap ma már Horthy Miklós, mint amit akkor kapott, és az egész azon múlik, hogy mit tanítunk a gyerekeknek, mit mutatunk a televízióba, mit írunk az újságokba. Tehát Horthy esetében is, és mindenki más esetében is elválaszthatunk egy tényszerűséget, megállapíthatjuk azt, hogy ennyi volt a fehér terror áldozatainak a száma, megállapíthatjuk, hogy ennyi zsidót deportáltak, abból ennyi nem tért haza, és sok mindent megállapítunk. Ezt a történész megteti, de nem tudja előírni a történész a lakosságnak, vagy az olvasónak, vagy az érdeklő, hogy ezt hogyan kell értelmeznie. Ez egy értelmezés kérdés, ilyen értelemben tehát az emlékezett politika terénumába tartozik, és ezt az emlékezett politikát döntően a kormányzat alakítja, de ugyanakkor vannak ellenzéki orgánumok, amelyek ezzel ellentétes véleményt hirdetetnek, és ennek vagyunk tanúi. Ennek vagyunk tanúi a mai napság, és akkor az internetet és az ott elhangzó sarkos véleményeket még nem is idéztem. Köszönöm szépen a figyelmeket!